Jó reggelt! Akadt, aki jókedvűen igyekezett elindítani az új tanévet, mások pedig rezignáltan vették tudomásul, vége a vakációnak. Egy biztos, a szünideihez képest jelentősen megemelkedett forgalommal szembesült minden közlekedő város szerte. A gyalogosok és az autósok is elszoktak az elmúlt hónapokban ettől, ezért a rendőrség ebben az évben is elindította iskolakezdési kampányát. A közterületfelügyelettel és a polgárőrséggel közösen minden reggel és délután a zebráknál segítik a biztonságos közlekedést. Az a célunk, hogy egyrészt a gyerekek figyelmét felhívjuk, hogy vége a nyári szünetnek, kicsit jobban figyeljenek, közlekedjenek, illetve az egyéb közlekedőknek szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy becsöngettek, és megjelentek a szülők, illetve gyermekeik az iskolák környezetében. 2023-ban közel 1414 évnél fiatalabb gyermek sérült meg közlekedési balesetben országszerte. A rendőrség adatai szerint a gyerekek többnyire elszenvedői és nem okozói ezeknek. A kapitányságok munkatársai éppen ezért minden közlekedési szabály betartására figyelnek a tanévkezdés idején is. Megjelennek a gyermekek, még szertelenek egy kicsit, nem annyira tudják felmérni az autók távolságát, sebességét, kisebbek, tehát nehezebben vesszük észre őket. Nyáron is figyelünk, tehát azért az iskolák környezetében arra figyelünk, hogy a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél adják meg a gyalogosnak az elsőbséget, használják a biztonsági évet, illetve a gyermekbiztonsági rendszereket. Székesfehérváron 7 iskola mellett vigyáznak a gyerekekre rendőrök, polgárőrök és közterületfelügyelők. Fehérvár megyében összesen 57 helyszínen teljesítenek egyenruhások szolgálatot minden reggel és délután egész szeptemberben.